55 éve 1969. augusztus 1-én immár másodjára is város lett Máté Szalka. A település életében ez komoly fegyverténynek bizonyult, hiszen egy fejlődési ív tetőzését jelentette az, hogy megkapta ezt a címet. Egy város olyan, mint egy veretes könyv, amiből olvasni lehet. Lapjai a házak, az utcák és a terek. A parkokkal, a szobrokkal és az emléktáblákkal. A zsoltáros áhítatú templomokkal díszítve. Mint egy veretes könyv. Igen, ha mi Máté Szalkiak végigmegyünk ezeken az utcákon, szinte minden egyes háznál vagy sarkon mindenképpen van egy érzés, egy emlék, egy élmény. Pont olyan, mint amikor egy veretes, régi könyvet nézegetünk. És én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elődeinkre. És én büszke vagyok erre a csodálatos közösségre is, amely azokat az értékeket mind megőrizte. Hanusi Péter ünnepi beszédében elmondta, több tekintetben is az 55 év egyik legnehezebb időszakán is túl vannak. A koronavírus járvány, az energiaválság egy nehezített pályát jelentett, de a fejlődés megmaradt és Máté Szalka szintet lépett. Hozzátette, hisz abban, hogy azokkal a lehetőségekkel, amit a város kapott, a jövőben is jól fognak gazdálkodni. Fellapoztam az 1969. augusztus 1-jei Kelet-Magyarországot. És ezen az elsárgult papírlapon csodálatos dolgot olvastam. Ugyanis egy olyan nagyközségnek a nyiladozó öntudatra ébredését követhette az ember ott a sorok között, amely megalapozta azt a jövőt, ahol most tartunk. És nagyon-nagyon jó volt szembesülni azzal, hogy amit akkor eleink elhatároztak, hogy Máté Szalka egy igazi ipari, kereskedelmi, közlekedési, sőt, mi több kulturális központtá váljon. Ez bizony sikerült teljesíteni, és Máté Szalka valóban, ahogy ott az alcímben szerepel, megyénk második városa lett. Ilyenkor természetesen ünneplik azokat is, akik sokat tesznek a közösségért. Éppen ezért átadták a Máté Szalka közbiztonságáért, Máté Szalka közigazgatásáért és Máté Szalka egészségügyéért kitüntető címet annak a 6 személynek, akik mindennapi munkájukkal példaértékűen szolgálják a városban élőket. Azt érzem, hogy ez a kis közösség, ahol már 35 éve dolgozok, elismeri azt a munkát, amit azért 35 év alatt végeztem. De nem csak egyedül végeztem ezt a munkát, hanem a munkatársaimmal. Tehát ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen az egész sebészeti osztálynak is elismerést jelent, ez az egész kórháznak elismerést jelent, az, hogy egy dolgozóját az önkormányzat is kiemeli közülük. Most elkísér hátulról csak tovább, Kárpátok bécein haladj világon át. Lehetsz te máshol, míg az érzés benned él, az 55. születésnapot színes programkavalkáddal köszöntötték a városlakók. A világrekorder Fricska táncegyüttes mellett Buzogány Béla színházának énekese is szórakoztatták az ünneplőket.